Most folytatom itt a szemüvegkerettel, ha már itt elkezdtem ezt csinálni, akkor most megcsinálom itt a felső részen is. Ugye először 2B-ssel, aztán hogyha jó helyen van minden, akkor 5B-ssel. Annyi változás lesz a másik oldalhoz képest, hogy ez nem megy végig ez az árnyék, ez a tónus. Hanem itt ugye olyan a szemüvegnek a fénye, hogy két szélma egy nagyon vékony sötét csík, és közte meg teljesen fehér. Itt megint először radírozunk. Itt fogom használni sokszor a satírozót, hiszen ezzel tudom én elmosódottá tenni ezeket a körvonalakat. És nagyon-nagyon frappánsan jól működik, gyorsan meg lehet vele csinálni.